helyi vegyeskar adott ünnepi műsort Fekeden egy kiállítás megnyitó alkalmából. A tárlat a klumpa készítés mesterségét mutatja be. A baranyai település német nemzetiségi tájházában kaptak helyet a tárgyak. Bár írásos feljegyzések nincsenek, valószínűleg egy 300 éves hagyományról van szó, ami az 1950-es, 60-as évekig elkísérte a németséget. A fa papucs faragása így egy ma már eltűnőben lévő tevékenység, ám a magyarországi németek számára sokat jelent. Ezért döntöttek úgy néhány évvel ezelőtt, hogy egy külön kiállítást szentelnek a mesterségnek. Ez egy olyan hagyomány, amit Németországból hoztak magukkal, és mivel itt is hasonló körülmények voltak, volt megfelelő faanyag, és volt jó sáros talaj, ami szükségessé is tette ennek a használatát, emiatt ezt tényleg nagyon sokáig használták. Amikor a gumi csizmák megjelentek, onnantól fogva kezdett kihalni ez a mesterség. Pek Tiborné kezdeményezésére érkeztek a kiállítási tárgyak a helyiektől. Szórólapokon kért segítséget a kulturális szervező, így gyűlt össze a 12 pár lábbeli. A tárlaton egyébként a készítés folyamatával is megismerkedhetnek a látogatók, információs táblák és interaktív kiállítási elemek segítségével. Korabeli szerszámokat is láthatnak, de egy rövid filmet is megnézhetnek az érdeklődők a klumpa készítésről. A tárlat ötlete egyébként néhány éve fogalmazódott meg, amikor egy tanösvényt alakítottak ki. Az állandó kiállítás mostantól a Fekedi Német Nemzetiségi Tájház istállójában tekinthető meg.